Nagyon nagy baj. Kedves elnököm. Igen. Megtenné, hogy egy néhány szót szólna a tévénézőkhöz? Igen. Akkor szóljon. Mit szóljak? Hát egy-két lelkesítő. Hajrá! Ennél lelkesítőbb gondolatokat. Hajrá! Nagyon jó. Kedves elnök úr, mit érez ön most? Én azt érzem, hogy a Dömeren nem rendes ember. Ez nagyon komolyan mondom, mert amikor itt a felvételt készítette, én mondtam neki, hogy menjen oda a szőkére vissza, és nem ment. Noémi a szőke. Noémira. Nem akart oda menni. Na, most végre, nézd meg, azért csak a fejéhez kapott. És rendes emberek is vannak itt? Vannak, a király. Az István király. Azt nem ismerem, az ki az? Én se ismerem már, mert én nem éltem akkor még, amikor ő uralkodott, de nagyon rendes. Zenél is a srác. És azt meg tudnám mondani az elnök úr, hogy ez most hanyadik kongresszusa a szervezetnek? Meg, a 25. jubileumi kongresszuson vagyunk. Én úgy vagyok értesülve, hogy mintha tavaly lett volna ez a 25. Tavaly, jubileum. Én még tavaly élek, még a tavalyit mondtam. Hát ez már a 26. Ez akkor? Ez már a 26. igen. És az elnök úr pozíciója az teljesen stabil a szervezetnél? Nagyon. Én lassan 2 hetes leszek, az 77-et jelent, de még most a 76-ot bitorolom. És nincs a szervezetben olyan, hogy bizonyos kor betöltése után visszavonják? Nem lehet, az én pozícióm az állandó, tehát az egy örök életre, igen, pontosan. És a fiataloknak, elnök úr, miért tudná javasolni a szervezetet? Hát azért, mert ez nagyon jó. Köszönjük szépen. Snitt.